Megkezdődtek a meghallgatások a Hágai Nemzetközi Bíróságon a palesztin területek, valamint Kelet-Jeruzsálem Izrael általi 57 éves megszállásának jogszerűségéről. A palesztin hatóság külügyminisztere szerint Izrael gázai háborújának folytatása elfogadhatatlan, mint mondta, Izraelnek erkölcsi és jogi kötelessége lenne a fegyveres harcok mielőbbi feltétel nélküli befejezése, mert jelenleg népirtást követel az övezetben, sőt évek óta gyarmatosító és apartheid politikát folytat a palesztinokkal szemben. Az izraeli kormányfő által éles bírálatokkal illetett meghallgatás a tervek szerint egy héten át tart. Várhatóan 52 államot és 3 nemzetközi szervezetet hallgatnak meg. A hágai bíróság épülete előtt mintegy 200-nyi palesztin párti tüntető tiltakozott hétfő délelőtt.